Minőségi és mennyiségi javulás. Növekedett a sertéshús fogyasztás az áfa csökkentés hatására. A mangalica hús iránt pedig külföldön is van kereslet, tájékoztatott a külgazdasági és külügyminiszter. Fellendülhet a kézház építés. 15-ször több az érdeklődő a kézházak iránt most, mint 2015 hasonló időszakában. Középiskolai felvételi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 20 helyszínen írtak központi felvételit magyar nyelvből és matematikából a 8-osok. Növekedett a sertéshús fogyasztása az idei áfa csökkentés hatására. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A minőségi mangalica hús iránt nem csak belföldön, de külföldön is van kereslet. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt napkoron a 15. nemzetközi böllérversenyen. Szijjártó Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egyik legnagyobb gasztrofesztiválján hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar mangalica brandnek számít, és akár a távol-keleti országokba is exportálható a hazai termék. Fagyos hideg fogópálinka, szabad tűzi perzselés, mi kell még egy hamisítatlan falusi disznótoroshoz. Ennél a sátornál egy 160 kilós mangalicát dolgoztak fel a böllérek. A napkori versenyen idén is a legjobb böllért keresték. Az, aki nem szenvedtette a disznót, tehát szenvedés nélkül kivérezteti, és jókedvel vidáman feldolgozza. A száncsengés és böllérverseny napkoron a hagyományoknak hűen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, ahová idén is sokan ellátogattak. 17 csapatunk van, aki versenyben indult, és 3 új csapat, aki versenyen kívül indult, meg akarja nézni, hogy miről szól ez az egész, és jövőre már nagyobb bátorsággal versenybe is fognak indulni. Hagymásvér, hurka, kolbász és disznótoros kiváló falusi ételeket kóstolhattak a fesztivál látogatók. A magyar hagyományos ételek között a sertéshús gyakran kerül a magyar családok asztalára. Az idén 27%-ról 5%-ra csökkent a sertéshús áfája, a belföldi kereslet növekedésnek indult. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a mangalica hús exportja is erősödhet. A távol-keleten elképesztő kereslet van. A magyar mangalica húsa, Japánban már vannak olyan éttermek, amelyek kifejezetten erre specializálódnak, és hát ahogyan a távol-keleti országok a gazdasági fejlődés következő lépcsőfokaira lépnek, és a középosztály megerősödik, fizetőképessé válik, átalakulnak a fogyasztási szokásai, egyre inkább a minőség irányába tolódik el a mennyiséggel szemben, úgy a kifejezetten finom és egészséges magyar élelmiszeripari termékek iránti kereslet is folyamatosan növekszik. A legfinomabban elkészített húsok mellett a legjobb fogópálinkát is díjazták az idei böllérversenyen. 15-ször több az érdeklődő a kézházak iránt, mint az előző év hasonló időszakában. Ezt a megnövekedett forgalmat elsősorban a lakások áfájának 27-ről 5%-ra csökkenése eredményezi. A statisztikák szerint ez a fajta építkezés még mindig háttérbe szorult a többihez képest Magyarországon, főleg a főváros környékén, valamint társasházaknál jellemző az ilyen jellegű beruházás. Az elmúlt évek statisztikái alapján a kézház kivitelezés még mindig háttérbe szorult építkezési forma a hagyományos téglaházak építéséhez képest Magyarországon. A kézház építésnek 2 előnye van, a gyorsaság, valamint a legfejlettebb energiahatékonysági szint elérése. Tavaly a 150 megrendelés közül országszerte 5 kézházat építettek, tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építészkamara elnöke. Inkább klasszikus értelemben a társasházak világa az, ahol a kézházak úgy Budapesten, mint a vidéki nagyvárosokban mértékadó kínálati lehetőségként megjelentek. A mi világunkban, vidéken, Nyíregyháza vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében inkább jellemző a nem kézházas világ, és aki például családi ház építésre szállja el magát, az majdnem biztos, hogy telket vásárol, mesterembert keres, külön kőművest, külön ásmestert. A lakások áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése azonban a kézház megrendeléseknek a számát is megsokszorozhatja. Az általunk felkeresett szakember elmondta, az előző évben heti 6-7 komoly érdeklődőjük volt, ezzel szemben csak 2016-ban már 100 ajánlatkérő érkezett hozzájuk. Ezen érdeklődőket 2-3
inkább három csoportba tudnánk osztani, olyan szempontból, hogy vannak, akik még csak az érdeklődés kezdetén állnak, ezek vannak nagyobb számban. Vannak azok, akik konkrétan már elképzelésekkel, tervekkel, valamint telekkel érkeznek hozzánk, és van a harmadik kategória az, akik már a bankból egyenesen idejönnek, és tudják a pénzügyi fedezetüket felmutatni, hogy milyen ütemben és mennyi áll rendelkezésükre. A megyei építészkamara elnöke mindehhez hozzátette, sok esetben a szakemberek hiánya okozza a problémát az építkezéseknél. A válság idején külföldre költözött munkatársak helyei ugyanis gyakran még mindig üresek. Országszerte szombaton rendezték a központi középiskolai felvételiket magyar nyelvből és matematikából. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 20 helyszínen fogadták a jelentkező nyolcadikosokat, akiknek 10-10 feladatból álló dolgozatot kellett megírniuk. A feladatlapok megoldása az Oktatási Hivatal honlapján már mindenki számára elérhető. Izgatottan írták a matematika felvételit a nyolcadikosok szombat délelőtt a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Ez az intézmény volt az egyik helyszíne a központi felvételinek, amelyet a középiskolába készülő diákok számára szerveztek. Az írásbeli vizsga célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges, alapvető készségek és képességek felmérése magyar nyelvből és matematikából. A Vasvári Pál gimnázium 5 osztályba várja a tovább tanulókat. Rekord létszámú nyolcadikos írt ma nálunk központi felvételi vizsgát magyarból és matematikából. 313 tanuló írta meg a központi dolgozatokat, és ezekből a tanulókból kerül ki a következő tanév 179-es évfolyama. A nyolcadik osztályosok nagy izgalommal várták a feladatsorokat, ami érthető, hiszen ez az első nagy megmérettetés az életükben. Számomra a magyar nyelvű felvételi feladatsor könnyebbnek bizonyult, mint a matematika. Mind a kettőre nagyon sokat készültem, beleadtam mindent, amit tudtam. A fogalmazás szerintem jól sikerült nekem. Nyelvtanból minden feladatot meg tudtam oldani. Matematikából az egyik feladatra már nem maradt időm. Azoknak a tanulóknak, akiknek betegségük miatt nem volt lehetőségük részt venni a szombati felvételi vizsgán, január 21-én lesz alkalmuk pótolni ezt valamennyi intézményben. A kijavított dolgozatok eredményéről február 4-ig értesítik a diákokat, a feladatlapok a vizsgák helyszínén a megadott időpontokban megtekinthetők. A tagozatos osztályokban több gimnázium szervez szóbeli vizsgát is. Ezeknek az időpontja intézményenként változó. A középiskolai felvételikre való jelentkezés határideje február 12-e. A nyolcadikosoknak eddig a napig kell eljutatniuk az adatlapokat az értékelőlapokkal együtt a megjelölt középiskolákba. Az ideiglenes felvételi rangsor április 8-áig készül majd el, a jelentkezők pedig április 26-áig kapnak értesítést a vizsgák eredményességéről. Jégről mentést tartottak a nyíregyházi bújtosi tavon. A gyakorlaton közel 30-an nyíregyházi ibrányi tűzoltók, valamint a kelet-magyarországi speciális mentők tagjai is részt vettek. A jégről mentésnél egy speciálisan átalakított teherautó gumibelsőt használnak, de szükség esetén gumicsónakkal vagy emelőkosárral is végeznek mentést a szakemberek, mondta el televíziónknak a nyíregyházi tűzoltó parancsnok. Toldi András hozzátette, a gyakorlatozás azért fontos, mert az elmúlt évek során több alkalommal is érkezett segélykérő hívás befagyott vizeken történt balesetekről. Az elmúlt évek során többször előfordult már utoljára Nagykállóban kellett mentenünk a személygépkocsit, illetve innen a bújtosi tóról is érkezett már segélyhívás. Az elmúlt években tavaly nem is tudtuk végrehajtani a jégrőlmentési gyakorlatunkat, minden nem volt jég, de kihasználjuk ezt a lehetőséget, amelyet az időjárás adott nekünk, és így mind a három szolgálati csoport részt vesz ezen a jégrőlmentési gyakorlaton, ahol a frissebb, fiatalabb kollégák el tudják sajátítani az idősebb kollégáktól a tudást a jégrőlmentésre kapcsolatosan. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megyeszerte több rendezvényt tartottak. A központi megyei ünnepségről hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 10 gólt szerzett és egyet sem kapott szombati felkészülési meccsein a Kisvárda Mastergood. Az NB2-es bajnokságra készülő együttes ketté osztott kerete 2 mérkőzésen lépett pályára, és a Putnokot 3-0-ra, a Táját pedig 7-0-ra győzték le a várdaiak.
A Magyar Diáksport Szövetség kitüntetését vehette át Szekér Lászlóné, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium testnevelője. A Magyar Tudományos Akadémián megtartott rendezvényen a 2014-2015-ös tanév diákolimpiai versenyein legjobban szereplő intézményeket és testnevelő tanárokat díjazták. Január 22-e a himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 193 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve ünnepeljük 1989 óta a Magyar Kultúra napját. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett a hétvégén Nyíregyházán, valamint Szatmárcsekén. A résztvevők mindkét helyszínen koszorúzással is tisztelegtek Kölcsey Ferenc emléke előtt. Az ünnepségen átadták a Kölcsey Társaság emlékplakettjét is. Idén Ág István, Kossuth-díjas költő, író kapta az elismerést. Szombaton a megyeházán a himnusz éneklésével kezdődött a Magyar Kultúra napját ünneplő eseménysorozat. A résztvevőket köszöntötte Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, minden nemzedéknek kötelessége, hogy továbbadja a kultúráját az utána következőknek. A himnusznak örök aktualitása van, mindenkor magyarjához íródott, mindenkor magyarjához szól, abban az fennkölt és emelkedett stílusban, ami a 19. század erei reformkort jellemezte. Jó lenne nekünk is sok esetben visszanyúlni a reformkori eszményekhez, haladás és hazai haladás eszményeihez. Köszöntőjében Danku Csaba, a miniszterelnökség helyettes államtitkára kiemelte, kultúránk ápolása nemzeti megmaradásunk záloga. A himnusz sorai napjainkban intelmekkel kell, hogy szolgáljanak a gyorsan változó világrendben azzal kapcsolatosan, hogy tartsunk össze, figyeljünk egymásra, és Magyarország fejlődésén dolgozunk mindannyian. A rendezvényen Kozma Péter kormány megbízott köszöntőjében arról szólt Kölcsey gondolata, a haza minden előtt mindenkire nézve kötelező kell, hogy legyen. Idézte emellett azokat a sorokat, amelyel a költő képviselőként elköszönt az országgyűléstől. Jelszavaink valának haza és haladás, ez egy nagyon közismert mondat tőle. Ezekkel a mondatokkal búcsúzott el, mint Szatmári küldött az országgyűléstől, és amikor egy közéleti szereplő két dolgot tart szem előtt, nevezetesen a hazát, a szülőföldet, azt a szűkebb közösséget, melyben él, gondolkodik és tesz a közösség javára, illetve a haladást, ami azt jelenti, hogy kétkezű munkánkkal, építő gondolatainkkal, hogy járulunk hozzá a haza üdvére, akkor azt gondolom, hogy ennél nemesebb célokat megfogalmazni nem is lehet. Az ünnepség szónoka Jánosi Zoltán, irodalomtörténész elmondta, Kölcsey jelenléte a magyar kultúrában halhatatlan. A rendezvényen Dani Attila tárogató művész előadásában hangzott el a himnusz. Közreműködött emellett a műsorban a Csaronda férfi kórus, valamint a Kölcsey szónokverseny legsikeresebbjei. Az ünnepséget követően az önkormányzatok és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a himnusz költőjének szobránál a megyeháza épülete előtt. Vasárnap Szatmárcsekén Isten tisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Palánki Ferenc római katolikus és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsey Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. A Kölcsey emlékplakett díjazottja idén Ág István költő. Laudációjában a Kölcsey Társaság elnöke úgy fogalmazott, a kitüntetett Kölcsey Ferenc 20.-21. századi örököse. Maga az ünnepelt pedig ünnepi beszédében kiemelte, Kölcsey életművében kiteljesedett a nemzeti hagyomány, a reformgondolkodás, költészetéből ma is erőt meríthetünk. A díjazott úgy véli, számos elismerése mellett ennek a díjnak különleges helye van a szívében. Kölcsey díj az szimbóluma annak, ami belül van. Meg annak is szimbóluma, hogy mit éreztek az én, mondhatom úgy, hogy életművem iránt, hogy ezt megkaptam, akik adták.
A Szatmárcsekei templomban rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, Varnusz Xavier orgonán, valamint a debreceni nagy templom kórusa Vas Sándor karnagy vezényletével. A rendezvény Kölcsei sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt. Tíz gólt szerzett és egyet sem kapott szombati felkészülési meccsein a Kisvárda Masztergód. Az NB2-es bajnokságra készülő együttes kettéosztott kerete két mérkőzésen lépett pályára, és a Putnokot 3-0-ra, a Táját pedig 7-0-ra győzték le a várdaiak. A felkészülés második hetének végén két NB3-os borsodi csapat ellen lépett pályára a kisvárdai együttes. A szakmai stáb igyekezett két azonos erősségű gárdát kiállítani, ami a játékos keretet ismerve nem okozott különösebb gondot. A várdaiak sem a Putnok, sem a Tája ellen nem kaptak gólt, ezzel szemben előbbinek háromszor, utóbbinek pedig hétszer vette be kapuját a házigazda. Persze a vezetők nem vontak le túlzó következtetést a látottakból. Arra törekedtünk, hogy ezekből a mérkőzésekből, és ezt le is mondtuk a játékosoknak, hogy messze menő következtetéseket természetesen ők se vonjanak le a kezdőcsapatot illetően, hiszen azért február 20-a még odébb van, de azért is forgattuk őket úgy, hogy két körülbelül azonos képességű csapatot tudjunk pályára küldeni, és igazából itt elsődlegesen a cél az volt, hogy mindenki 90 perces mérkőzés terhelést kapjon. A várdaiaknál nem várható jelentős játékos mozgás, de azért távozói és érkezői is vannak a csapatnak. A nyári átalakításhoz képest nem is várható, hiszen a csapat megfelelően szerepel, tehát úgy gondolom, hogy a célkitűzéseknek megfelelően. Én úgy azt szeretném, és ezt is beszéltük a szakmai igazgatóval közösen, hogy elsődleges célunk az mindenféleképpen, hogy a keret együtt maradt, és most megfelelően együtt tudunk felkészülni a tavaszi szezonra. Ez látszik is a csapatnak a kialakításán. Aki biztos távozó, ugye a Koronci Bence, a Fazekas Géza, most a Müller Zsoltot kölcsön adjuk még Nyírbátóra. Az érkezői oldalon pedig nagy számról nem tudok beszélni, hiszen egyelőre csak a Délceg Gergely, ugye a Budapest Honvédtól, és a Bagi István pedig Békés Csabáról érkezik hozzánk. Még egy poszt van, akit keresünk, a kapus személye, hiszen Tarci Pált is elengedtük, ő ugye Mosonmagyaróváron folytatja a pályafutását, egy megbízható kapusra mindenféleképpen szükségünk van. Folynak a tárgyalások, de amíg nincs konkrétum, addig ezzel kapcsolatban nem szeretnénk semmit sem mondani. A Kisvárda szerdán Balmazújvárosban lép pályára, szombaton pedig kettős meccsen a Nyírbátort és a szlovák második ligás Várdajovot fogadják Erős Gáborék. A Magyar Diáksport Szövetség kitüntetését vehette át Szekér Lászlóné, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium testnevelője. A Magyar Tudományos Akadémián megtartott rendezvényen a 2014-2015-ös tanév diákolimpiai versenyein legjobban szereplő intézményeket és testnevelő tanárokat díjazták. Az Ibrányi Móri Zsigmond Gimnázium szakközépiskola és kollégium az egészségfejlesztő testmozgás és egészséges életmód díjat kapta a szervezőktől. Az elmúlt tanévben 19 sportágban mintegy 280 ezer 6 és 20 év közötti fiatal vett részt a diákolimpiai sorozat versenyein. A Magyar Diáksport Szövetség 15 általános és középiskolát díjazott, valamint 20 testnevelő tanár vehetett át elismerést a Magyar Tudományos Akadémián megtartott rendezvényen. Köztük volt az elmúlt évig a Bem József általános iskolában, szeptembertől pedig a Vasvári Pál gimnáziumban tanító, röplabdaedző Szekér Lászlóné is. Én úgy gondolom, hogy nem csak a tavalyi év, bár a tavalyi év kimagasló volt, megnyertük a gyerekekkel a terem röplabda diákolimpiát, illetve a strand röplabda diákolimpiát, de nagyon-nagyon régen dolgozom már a Bembe, és nagyon sok aranyérem, ezüst, bronzérem, illetve helyezés van a hátunk mögött. A testnevelő szerint számára kihívás jelent az, hogy az általános iskolás évek után az ország egyik legeredményesebb középiskolájában foglalkozhat a gyerekekkel. Mind a kettőnek megvan a szépsége. Az általános iskolában nagyon szerettem dolgozni, a Bem József iskolában. Igazán sosem gondoltam, hogy eljövök onnan. Jött a számomra egy lehetőség, egy kihívás, amivel úgy gondolom, hogy élnem kellett. Egy nagyon híres iskolába kerültem, ahol a sport kimagasló vagy központi helyen van, az iskola vezetés maximálisan támogatja, illetve a kollégák is kitűnő testnevelők, kiváló eredményekkel rendelkeznek. Szekér Lászlóné a hétvégén Veszprémben az 5.-6. korcsoportos diákolimpia országos döntőjében irányítja majd a vasvári csapatát. A cél az, hogy a lányok érmet szerezzenek a fináléban.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Növekedett a sertéshús fogyasztása az idei áfacsökkentés hatására. A minőségi mangalica hús iránt nem csak belföldön, de külföldön is van kereslet. Ezekről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt napkoron a 15. nemzetközi böllérversenyen. Szijjártó Péter Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyik legnagyobb gasztrofesztiválján hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyar mangalica brandnek számít, és akár a távol-keleti országokba is exportálható a hazai termék. 15-ször több az érdeklődő a kézházak iránt most, mint az előző év hasonló időszakában. Ezt a megnövekedett forgalmat elsősorban a lakások áfájának 27-ről 5%-ra csökkenése eredményezi. A statisztikák szerint ez a fajta építkezés még mindig háttérbe szorult a többihez képest Magyarországon, főleg a főváros környékén, valamint társasházaknál jellemző az ilyen jellegű beruházás. Országszerte szombaton rendezték a központi középiskolai felvételiket magyar nyelvből és matematikából. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében összesen 20 helyszínen fogadták a jelentkező nyolcadikosokat, akiknek 10-10 feladatból álló dolgozatot kellett megírniuk. A feladatlapok megoldása az Oktatási Hivatal honlapján már mindenki számára elérhető. A Kölcsönyi Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Anticiklon húzódik fölénk, hatására mindenütt mérséklődik a szél. Marad a hideg levegő a Kárpát-medencében. Éjjel eleinte gyengén, később erősebben felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, többnyire gyenge, változó irányú szélre számíthatunk. Reggelre általában mínusz 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen és gyengébben felhős területek, valamint időszakok váltakoznak, emellett néhány órára mindenütt kisüt a nap, hószálingózás, esetleg gyenge hózápor azonban előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Többnyire száraz, napos, hideg, téli időre számíthatunk a hét végéig. Több felhőre és néhol előforduló hószálingózásra, esetleg gyenge havazásra szerda délutántól csütörtök reggelig számíthatunk. A hét legvégén nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, kissé enyhül az idő, vasárnap pedig havazás is előfordulhat már. A népi regula úgy tartja, ha piroska napján fagy, 40 napig el nem hagy.